Október 22-én 16 órakor véglegessé és eredményessé vált Balmazővároson a választásnak az eredménye. Kik lettek a kompenzációs listán a képviselők, és egyáltalán mit jelent ez a kompenzációs lista? Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, akit jogerősen nyilvántartásba vett a helyi választási bizottság. A kompenzációs listát 2019. szeptember 10-éig kellett bejelenteni. Egy másik feltétele az is volt, hogy az egyéni választókerületek több mint felében, tehát a mi esetünkben 5 választókerületben egyéni képviselőjelöltet tudjanak indítani. Na most a kompenzációs listáról Balmazőváros esetén 3 fő szerezhet mandátumot. A 3 fő személye a mai nap 16 órakor jogerőssé vált, ők pedig Tóth Attila, Gacsái Ibolya és Béke Imréné. Mindenképpen meg szeretném említeni, hogy a mai nap folyamán hivatalos bejelentés érkezett, hogy visszalépett a listáról Berettyán Sándor és Szabó Balázs. Tehát a 3 mandátum ma 16 órakor jogerőssé vált. Egyébként 9 főt lehetett volna a kompenzációs listán megjelölni. A 9 fő abból adódik, hogy a településünk esetén 3-an juthatnak kompenzációs listáról a képviselőtestületbe, ennek a 3-szorosa lehet, mint név a listán. És ha már a kompenzációs listáról beszéltünk, nagyon sokan megkérdeznek engem is, hogy a képviselőtestületünk miért épp 11 tagú. Nagyon egyszerű a magyarázat. A 10 000 főnél több lakosú, de a 25 000-nél nem több lakosú településeken Magyarországon úgynevezett vegyes választási rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy a képviselők egy része egyéni választókerületben kap mandátumot, más része pedig kompenzációs listán kerül a képviselőtestületbe. Mi esetünkben a lakosság száma alapján az is meg van határozva, hogy 11 tagú lehet a képviselőtestület, ebből 8 az egyéni választókerületben szerez mandátumot, 3 pedig a kompenzációs listán jut be a testületbe. A korábbi 8 mandátum személye már jogerőssé vált október 16-án, és miután ez már jogerős lett, utána volt a következő lépés az, hogy a kompenzációs listán szereplő személyek nevének a megállapítása a bizottság részéről megtörtént, határozatot hoztunk, de mint jelen esetben is látszik, ugye nem a szombaton hozott határozatban lévő nevek szerepelnek, hanem a visszalépések következtében született meg ez a 3 immár jogerőssé lépő, jogerőssé vált mandátum. Elmondhatom, hogy a választások során semmilyen atrocitás, illetve azt mondhatom, hogy semmilyen jogorvoslati kérelem nem érkezett, ezzel tulajdonképpen bejelentés a bizottság felé nem érkezett, ezzel tulajdonképpen a 2019. önkormányzati választás Balmazővároson lezárult.